Na. Már bocsánat, nem akarok bárdalatlan benyomást kelteni. Szóval, a múltkor készítettem egy videót, hogy üveges sör vagy dobozos sör, és nagyon hamar előttek a kommentekben is a környezetvédelmi szempontok, és hát nem vagyunk nagy ökonácik, de hát tényleg nem jó teleszemetelni a világot, úgyhogy nagyon hamar bejött az a szempont, hogyha valaki környezetbarát módon akarna jó söröket inni, hogy akkor létezik egy ilyen formátum, hogy kisüzemi sörök frissen pillepalackba csapolva. Új utak a nagyvárosi alkoholizmusban. Úgyhogy mindjárt az lesz, hogy mivel egy kis időzavarban vagyok, ezért szabálytalanul megfordulok. Keresek egy félreálló helyet, és stratégiám a következő lesz. Rendelek kisüzemi magyar pillepalackos söröket a modernitás jegyében mobilappon. Volt nevű app megvolt? Elnézést a szóvicért. Az van, hogy... Ó, személyes vagyonőr. Jó napot! Jó napot! Napszékeznek a parkoló. Egy 5 perc, rendelek egy kis kisüzemi pillepalackos sört, és már itt se vagyok, ki se szállok. Lesállítom a motort, mindjárt megyek. Jó, jó. Köszönöm, válsághelyzet van. Szóval, a lényeg, hogy ez egy finn cég, ami Turkutól Helsinkin át Tokióig már rettenetesen bevált, már Budapesten is van, és az benne a jó, hogy egyfelől lehet rajta pillepalackos kisüzemi söröket rendelni, másrészt normális éttermek vannak, figyeld. Kerkira Gyros, egy nagyon jó kis görög, Pizza dell'Arte, normális pizza, van Vapiano, de én most azt hiszem, hogy mégis Wangmestert választom, mert a hét napja közül mind a héten tudok kínait enni. Biang Bistro, Wangmester, sült baozi. Ha! Sült baozi, kedvencem, hozzáadás, széles babragadós rizse, szecsuhani savanyúság. Bum-bum, csirke, csíkok, sert és belsőséges tészta. Kezdtek izgalmi állapotba jönni. Volt kiszállítás, nem 35 percre kérem, hanem 16:00-ra, mert közben az autót le kell fotóznom. Elküldése, és a sör azt mondja, hogy ja, és lehet követni, látom a futárt egy virtuálisan, hogy hol tart, bár igazából engem nem érdekel a lényeg, hogy hozza meg 4-re, és akkor nézzük a sört, csapház, figyeld, 1/2 liter, lehet 1/2 liter, 1 liter, talán még 2 literest is lehet, és valami nyomás alatt palackozzák, az a lényeg, hogy tehát marad benne levegő, de mivel a hab fölött zárja a csaj, hogy ezért nem nagyon érintkezik oxigénnel, tehát elvileg egy hónapig állítólag jó, ha nem bontjuk meg. Gluténmentes hopláger 1, szeplőtelen kapucinus 2, Casablanca 3, Brubics 4, Pioneer 5, kiwi kaktuszfüge 6. Köszönöm. Ennyi, és már mehetek is. Tessék, itt a gombóc,
A gombócot szerintem abba kell mártogatni. Bőr. Hát, nem emlékszem, mit rendeltem. Na, csípős. Akarasztom. Hát jó. Nem baj, ne is törődj vele. Na. Kaja még meleg, sör még hideg. Parajonír, rozsos ipa. Azt mondja. Szóltak a többieknek, hogy kér nekem. Szólhatsz, nyuszikám. Jó, first hop lager, hát szólhat felőlem. Majd írasd alá velük a papírt, hogy szerepelhetnek. Hú, ez csípős. Az egész? Nem, az. Mi? Annak a közepe. Na, viheted? Azt lopom. Jó van. Nem vagyok én apáca, medgyes barna láger. Megkóstolod a medgyes barna lágert? Figyelj, van benne szénsav. Azt mondták, hogy nem kérnek. Jól van, nyuszikám. Te kérsz? Aha. Jól van, hát ezt csak úgy simán megfoghatod, azt mártogathatod. Bár mondjuk az csípős, van még ott szósz. Na. Jó van, most már hagyjatok alkotni. Tehát, kapucinus, 4%-os, medgyes barna láger. Igazából, igen, drágám. Azt mondod, hogy kóstolják. Ja, ezt kóstold meg. Nyuszinak csípős? Aha. Nyuszinak csípős. Hát, kellett volna nem csípőset is rendelnem, de nem jött össze mindig. Figyelj, a sör emberi fogyasztása teljesen alkalmas. Megvettem a formátumot. Nekem. A sör kenyérízű. Kicsit édes, kicsit kenyérízű, nem tudom, ez kicsit csajosabb, nekem csajosabb, Diánának kenyérízű. Marci nem kóstolhatja meg. Mindegy, a formátum működik, tehát... Azt nem kóstolhatjuk meg ki az kínait? Nem szeretem. Nem szereteti mindenki a kínait. A formátum nem rossz, tehát... Mire ide ér? Teljesen szénsavas, és úgyis megisszuk, tehát ezt már vissza nem zárjuk. Következő, rozsos ipa, Pioneer. Hát ezek a címkék, hát ezek ilyen egyen címkék. Pioneer, birtok sörfőzde. Ja, hogy ráj, mint rozs, onír. Figyelj! Teljesen működik a pillepalack, oda néz. Pedig hát biciklis futár, ugye, hát hogy is mondjam, nem ilyen pincérverseny stílusba hozza. Szép a sör. Nyilván, ha valaminek nagyon tükrösen tisztának kéne lenni, úgy, hogy előtte ülepítették, az nem fog működni. Gyerekek, működik. Megvan, megmentjük a földet. Pillepalackos kisüzemi sörökkel. Óriási. És ezt ajánlom. Na, ez jó, ez ott van. 6%. Birtok sörfőzde. Tök jó. Rozsos ipa. Ma. Rendelgessetek ti is 1,5 literes pillepalackokkal. Én most ugye felest rendeltem, hiszen... Nem tükrösen tiszta, de egy nagyon szép sör. Tökéletes habbal. Új utak a nagyvárosi alkoholizmusban. Akkor azt mondja, hogy émberél. Rendeltem émberélt? Big Face sörfőzde, 5% vörös él. Igazából egyre jobban szeretem a vörös élt. Meg se kéne kóstolnom, mert most tudom, hogy jó lesz. Hát, utoljára ugye pillepalackos sört a román hulladék sörök összehasonlítóban ittam. És Marci, nézd, ott a fejed, ahogy kukucskálsz. De... Majd apukától engedélyt kérek, hogy... Megszagolod? Véleményt mondasz? Jó. Jó? Mondhatod volna, hogy undorító. Szóval, hű de jó. Émberél, én ezeket szeretem. Pélél, émberél, redél. Ez is egy nagyon jó sör. Megtértem. Pillepalack. És ugye a polietilén
Tehát a pillepalack alapanyag az viszont teljesen reciklálható, tehát azt szépen bedobjuk a szelektívbe, és reméljük nem öntik össze. És ez egy szép tükrös, tiszta, tökéletes habúsör. Na várjál, azért meg kell kóstolnom a sült gombócot Vangmestertől. Ilyen sarki kínaiba ilyet nem kapsz. Csak hogy jobban csúszson. Nézd, a Marci, azt is ugyanúgy látszol, látod itt a fejed. Ennyi erővel ide is ülhetsz, és közben eszegethetsz. Hát most szólok majd a többieknek, hogy csöndet. Jó, te leszel az ügyelő. Azt mondja, hogy ezt tényleg önkínzásból rendeltem. Gyertyános sörfőzde, kiwi és kaktuszfüge, világos gyümölcsös. Na most ezt a gyümölcsös sör összehasonlítóba rakom félre, úgyhogy ez félre is rakom, ez önmagában egy kísérlet, meg se nyitom, és gyorsan megnézem, Földim, ugye a Váci úton található a First Craft Beer főzdének az 5-2-es hoplágere. Megnézzük, hogy kibírja a szállítást. A hoplager ki. Állítólag volt valami fejlesztés a Firstnél. Kíváncsi vagyok, hogy éreződik-e ez a sörön. Hát habra nagyon szép, tehát láger szinten. Tehát ez egy éles színvonalú hab. Olyan finom, gyümölcsös, inkább olyan gyümölcsösnek érzem a komlót. És ilyen mandarinos, narancsos, citrusos utóíz, ez egy finom sör. És ez is működik pillapalacban, megőrülök, csodálatos. Figyeld, egyeki sörmanufaktúra, 4,5%, ez is a csajos sörválogatásban lesz. Ezt is félre rakom, málnás krímé lesz. Mennyire bizarr lesz egy málnás krímél, ami egy ilyen szent grál azért a sörfőzésben. Ez nagyon szép, ilyen belga stílusú, ilyen kis vaskos üvegbe kéne rakni, és akkor ebben a homeless kiszerelésben, de hát, ha az annyira jó lesz, mint ezek, és miért ne lenne jó, akkor csodálatos kontraszt lesz. És kóstoljak még meg egyet. Rekettye! Rendeltem ilyet is. Nagy volt a forgalom, elfelejtettem, mire hazaértem. Rekettye Brewing Company, 5,5%-os New England IPA. Szeretem a New England IPA-t. Jó, a sima bármilyen IPA-t is szeretem, de a New England IPA még jobb, már a színe is olyan jó kis, zavaros, ilyen ülepítő narancssárga. Igen, ez egy kicsit túrázódott. Nem gondoltam volna, hogy a sör ennyire szereti a pillepalackot, hogy ez tényleg egy tökéletes formátum. Tehát, hogyha valaki nem akarja hónapokig tárolni a sört, mint a kobold az aranyát, akkor annak megfelelted, hogyha ilyen sörivási tervet, nem is kell tervet csinálni, hát simán megrendeled és megiszod egy hónapon belül. Úgy egy gyönyörű habja van. Pofázhatok bármeddig. És a kackiás hab megmarad, ugye New England IPA-nak ilyen déli gyümölcsös, kevésbé keserűnek kell lenni. Apu, nem tudod, mikor jön? Hát, már hívtam, de nem vette fel. Hát szerintem ilyen... vagy este fog megjönni, vagy hétkor vacsorakor.
Jó van, addig elállnak. Szászónak is egy a vége. Ha bolygónk jövőért aggódó, környezettudatos polgárok vagytok, abba hagyjátok ezt az üveges és dobozos bóckodást, és mind pillepalackosakat rendeltek, vagy hát elmentek érte. Lehet, hogy ez a jövő.